Megérkeztek az első mezőgazdasági gépek azokhoz a maros mezőségi gazdákhoz, akik sikeresen pályáztak a magyar kormány finanszírozásával elindított gazdaságfejlesztési programban. A gazdák örülnek, azt mondják, nagyon megérte pályázni. Ez például egy német plazmavágó, ami 40 mm-es vastag lemezt átvág. Fűrészgépet, plazmavágót és kompresszort is vásárolt Adóriáni Béla Kovács abból a visszanemtérítendő támogatásból, amelyet a Maros Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program révén elnyert, összesen mintegy 40 ezer lejt. Itt már a vasat forrósítja és a gép alá teszi, ahol már a kézügyességtől függ, hogy milyen végső formát ölt a vasrúd. Adóriáni Béla azt mondja, nagyon sok rendelést vett fel, főként öntött vasból készült kerítések, díszelemek készítésére, az új gépek pedig sokban segítik a munkát. Egy fűrészgépre pályáztam, amivel nagyon pontosan lehet szabni, és egy plazmavágóra nagyon sokat segít, például leveleket kivágni, ilyen különböző mintákat. Akkor egy kompresszorra, ami nagyon sokat segít, ilyen levegő szerszámok vannak, azt használom, egy nagy kapacitású kompresszor. Akkor egy CO-apparát, ami nem annyira mérgező, nincs olyan nagy füstje, nem kell annyit pucolni, nagyon-nagyon jó ez. A Maros Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program keretében idén több mint 400 mezőségi gazda és vállalkozó vásárolhat új mezőgazdasági munkagépeket és felszereléseket a vállalkozásaik fejlesztése érdekében. A Maros megyei mezőpanit határában az egykori Hősi téren jelenleg több hektáron mezőgazdasági területek fekszenek. Síkó Jenő most a napraforgó magokat veti el azzal az új vetőgéppel, amelyre sikeresen pályázott. Egy ilyen gép 21 ezer euróba kerül, az ön része kevéssel több mint 5 ezer euró volt. Haladunk a korral, fejlődünk, és szeretnénk azt, hogy minél precízebben, pontosabban, kevesebb energiával több munkát tudjunk elvégezni. És ez a gép hosszú távon nagyon meg fog térülni, mert kevesebb betomagot pontosan teszi szemenként, precíz munkát csinál. A mezőségi gazdák és vállalkozók 130 traktor, 40 pótkocsi, 50 vetőgép, 30 kapagép és 40 kaszagép, valamint egyéb mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eszköz berendezés vásárlására kaptak finanszírozást. Most már egy 40-50 pályázónál tartunk, akik készhez is kapták, és folyamatosan minden nap bővül ez a szám. Én mindenképpen nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy azok a Maros mezőségi gazdák, akik Maros megyei cégektől vásárolták meg ezeket a munkaeszközöket, azok nem csak az önmaguk és a családjuk gyarapításához járultak hozzá, hanem Maros megye gazdaságának is a javításához. Tehát én mindenképpen egy nagy sikernek értékelem ezt. A támogatások folyosítása egyébként több részben történik, április végéig várhatóan mindenki átveheti az új eszközöket.